Fegyverek dörrentek, autók borultak és egyéb veszélyes közlekedési helyzetek is kialakultak szombaton a Szent István téren. Mindez azonban csak szimuláció volt, amelyet a Borsodabaú Zemplén megyei rendőrfőkapitányság a Miskolci önkormányzat együttműködésével egy fesztivál keretein belül hívott életre. A Hangolja Biztonságra című egésznapos programot első alkalommal rendezték meg a belvárosban. Megérkezett a mentőautó, amit már is megkörnyékeztek a kíváncsi gyerekek, és a beteg szerepére is azonnal volt jelentkező. Én vagyok itt a beteg. Ezt is bekötjük. És mehetünk a kórházba. A mentőautón kívül egy veterán autóbusz és kamionok is felvonultak a Szent István térnél. A kamionsofőröknek óriási a felelősségük az utakon, a biztonság azonban a személygépkocsi vezetők esetében is legalább olyan fontos. A borulás szimulátort a Miskolci Jégvirág táncosai is kipróbálták. Most láttátok, egész fölborítottalak benneteket fejjel lefele, mégsem estetek ki. Ez nagyon fontos, mert ha kiestek, akkor valamelyik végtagotokat biztos, hogy eltöritek. És soha ne üljetek be olyan mögé, aki alkoholt vagy drogot fogyasztott. A rendőrség szimulációs eszközének segítségével sokat tanultak a fiatalok. Nagyon jó volt, és hogy meg kell húzni a biztonsági övet, mert különben baj történhet. És hát nagyon fura érzés volt, hogy megfordult, úgymond az autószimulátor. Egy másik sátornál pedig katonáktól tanulhattak lőni a fiatalok. Nagyon szeretem a fegyvereket. Lennél katona? Hát igen. A Magyar Honvédség az elmúlt évben nem csak a klasszikus értelemben tevékenykedett a hazabiztonsága érdekében. A katonák a pandémia elleni küzdelemben is részt vállaltak. Ilyen módon a hétköznapi biztonsághoz hozzátartozik a Magyar Honvédség munkája. Én úgy gondolom, ez elvitathatatlan, így hát a biztonság napján itt kell, hogy legyünk. Természetesen nem titkolt szándékunk, hogy egy ilyen nagy rendezvényen sok fiatallal találkozunk, akikbe el tudjuk ültetni azokat az apró kis magvakat, amelyek talán később csírába szöknek, és döntenek úgy, hogy a Magyar Honvédséget választják pályájukként. A Hangolja Biztonságra című közlekedésbiztonsági fesztivált a Borsodabaúj Zemplén megyei rendőrfőkapitányság a Miskolci önkormányzat együttműködésével első alkalommal hagyományteremtő szándékkal rendezte meg. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy az emberek megismerjék és segítsék a rendőrségnek a munkáját, és nem csak a rendőrségnek a munkáját, hanem itt nagyon sok szervezet képviseltette magát, és én bízom abban, hogy ez is hozzá fog ahhoz járulni, hogy nem csak Miskolc városban, hanem az egész megyében sokkal nagyobb biztonságban érezzék magukat az emberek. A rendezvény zárásaként a megyei főkapitányság díjakat adott át olyan személyeknek és szervezeteknek, akik 2021-ben tevékenységükkel sokat tettek Miskolc biztonságáért. Köztük Varga Andrea alpolgármester és az Elite Benzdance Company vezetője is elismerést vett át. Utóbbi művészeti csoport is részt vett ugyanis a rendőrség júniusi figyelemfelhívó flashmobjában, amikor a forgalom megállítása mellett táncosok közreműködésével hívták fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre.